Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. április 9-én, este 7:30-kor. Helyben és országosan is. Elsöprő győzelmet aratott a Fidesz-KDNP. Új élménybeszámoló. Székelykeresztúron a testvérvárosban is jártak a kalocsai diákok. Tavaszi nagy takarítás. Szorgos kezek munkálkodtak az érsekkertben. Óriási érdeklődés övezte az április 8-ai országgyűlési képviselő választást országosan és Kalocsán is. Bár a végeredmény még nem hivatalos, az eddigi eredményekből azonban már biztosra vehető, hogy elsöprő győzelmet aratott a Fidesz-KDNP. Bács-Kiskun megye 3. számú egyéni választókerületében a 65.111 választópolgár közül az adatok jelenlegi feldolgozottsági szintjénél elmondható, hogy összesen 44.383-an éltek szavazati jogukkal. Ez 68,17%-os részvételi arányt jelent. A nagy érdeklődés tehát országosan és Kalocsán is fokozottan érezhető volt. Lényegesen magasabb, mint az elmúlt választáskor volt. Bőven 40% fölött voltunk egész pontosan egy óráig. Semmi rendkívüli esemény nem volt. Nagyon higgadtak, nyugodtak voltak a választók. Hasonló tapasztalatokról számoltak be stábunknak a bizottságok elnökei a város más szavazóköreiben is a kora délután folyamán. 735 választópolgár tartozik ebbe a körzetbe. Folyamatos aktivitás volt az elmúlt időszak órákban. Jelenleg 50%-on állunk. Igazából torlódás nem volt, tehát folyamatosan jöttek. A kertvárosi szavazókörökben is szép számmal aktívan jelentkeztek a szavazók a nap folyamán, akik közül akadt olyan is, aki először élt állampolgári jogával és adta le voksát az országgyűlési képviselőválasztáson. Ők ezúttal egy különleges emléket is kaptak egy nemzeti színű karkötő formájában. Az első szavazókkal együtt országosan összesen több mint 5 millió ember járult az urnákhoz. A jelenlegi adatok alapján elmondható, a Fidesz-KDNP elsöprő győzelmet aratott, hiszen a megszerezhető 199 országgyűlési helyből 133-at sikerült megszereznie. A 133-ból egy pedig Font Sándoré, ugyanis a megye 3. számú egyéni választókerületében óriási támogatottsággal a szavazatok 54%-át szerezte meg. Egy igen magas részvétel arány, amit a körzetünkben is egész jelentősen magas volt, egy nagyon erős Fidesz-KDNP-rel adott szavazat mennyiséget jelentett, és én ezt úgy fejeztem ki, hogy ezek szerint a választópolgárok szeretik és féltik Magyarországot, mert mind a kettő kellett ahhoz, hogy ez a nagy arányú szavazatét áramoljon a Fidesz-KDNP felé. És persze, amiről kevesebb szó esett a kampányba, mert hát az már majdnem senkit se érdekelt, hogy értékelték az elmúlt 4 év, sőt elmúlt 8 évnek a nemzetmentő válságkezelő és országot növekedési pályára állító munkáját a kormánynak. Gyilkostó, Békásszoros, Parajdi Sóbánya, Segesvár, Székelykeresztúr, Korond, Csíksomjó, ezeken a helyeken is jártak a hétvégén a Határtalanul programnak köszönhetően a kalocsai diákok. Kedden már elindulnak haza. Péntek a vizek napja volt, hiszen az etelaki víztározó mellett a jéggel borított Gyilkostóhoz is elbuszoztak a gyerekek. A Békásszorosban séta közben csodálták meg a föléjük magasodó sziklákat, a mellettük hatalmas dübörgéssel rohanó patakot. A gyerekek az előzőleg összeállított ismertetőket helyszínről helyszínre haladva olvasták föl társaiknak. A medvetónál megtornáztatták magukat, majd buszra szálltak, ami a Parajdi Sóbánya különleges klímájába vitte őket. Itt mindenki szabadon járhatott, kelhetett. 1250 méter az alagút hossza, ahogy letetszettek jönni az autóbusszal, 120 méter a szintkülönbség, mélyen vagyunk. Fölül van egy 60 hektáros rezervátum, ami a Sóhegy, úgy nevezzük. Még alattunk van 6 szint, ahol folyamatosan működik a termelés. Szombaton Segesváron ugyanúgy felmentek a 176 lépcsőn, mint az itt tanuló diákok minden nap. Fehéregyházán megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, Székelykeresztúron pedig a közel 70 éves Molnár István múzeumban a borospincét, a mezőgazdasági eszközöket,
a régészeti emlékeket és a hagyományos székely lakóházakat nézték meg. Ezek betelepítések, az 1853-as székelyházunk és a hozzátartozó kapu, de van egy 1780-as tarcsafalvi házunk, hát a néprajzi értékek közül ezek a legrégebbiek, gyűjtés során, vásárlás és gyűjtés. Aztán a régészetiek, hát egészen az őskorig visszamehetünk, mert a város környéke már az őskorban lakott volt, és ennek a tárgyi emlékei a nagyon élénk és folyamatosan zajló régészeti kutatásoknak köszönhetően mind ide gyűlt a múzeumba. Korondon a fazekasok portékái közül válogattak, Farkaslakán megkoszorúzták Tamási Áron sírját, Szejkefürdőn pedig a díszesen faragott székelykapuk alatt sétáltak fel Orbán Balázs emlékművéhez. Vasárnap az 1000 éves határvonal legkeletibb pontjánál felmásztak a Rákóczi vár romjaihoz, Csíksomjón imát mondtak a Mária szobor előtt, illetve a meredek hegyoldalon felmásztak a Nyeregbe, ahol Pünkösd ünnepén emberekkel telik meg a hegyoldal. Egy ház előtt hagyományos pityókás kenyérrel találkoztak a gyerekek, ami kovásszal, rozslisztből készült. Ez hagyományos pityókás székely kenyér, vagyis hát inkább csángó. Én a receptet dédnagymamámtól tanultam, kiskoromban mindig érdekelt. Hát véletlenül középiskolába élelmiszeripari technikus és elemző szakra jutottam be. Akkor ott volt alkalmam elsajátítani még ezt-azt, amit dédnagymamámtól tanultam. Még pékségbe itt-ott, amit felszedtem. A hétvégét Székelyudvarhelyen fejezték be, ahol sétáltak a városközpontban. A kalocsai ökopont szervezésében tavaszi nagy takarítást tartottak az érsek kertben péntek délután. A kellemes tavaszi időben több tucatnyi önkéntes gerebjézett, sepregetett és lapátolt az erdők világnapja alkalmából a város szívében. Óriási lelkesedéssel vetették bele magukat az önkéntesek az érsek kert tavaszi nagy takarításába. Az eseményre az ökopont szervezésében került sor az Erdők Világnapja alkalmából, és mint megtudtuk, nem véletlen, hogy éppen erre a helyszínre esett a rendezők választása. Most az elkövetkező nyári időszakban ez a város egyik legfrekventáltabb helye lesz. Május 1-ével kezdjük a programokat testvérvárosi majálissal. Rengeteg a fa, rengeteg a lehullott levél, egy viszonylag könnyen bejárható terep, és ezért gondoltuk, hogy lokálpatrióta módon egy kicsit besegítünk a takarításába. A több tucatnyi önkéntes 4 csapatra bontva dolgozott a főbejárat, a platán, a játszótér és a szabadtéri színpad környékén. Itt vannak a gerillakertészek, aki a gerincét adja ennek az egésznek, aztán itt vannak a Roma utcabizalmik, akik szintén segítenek, itt vannak a kollégáim, és olyanok is vannak, akik egyik csapathoz se tartoznak, egyszerűen a meghirdetésre jöttek, mert jól érzik magukat a közösségbe. Tehát ennek nem csak a takarítás a célja, hanem egy bizonyos közösségalkotó tevékenység is. Itt vagyunk, dolgozunk, beszélgetünk, utána eszünk egy jó gulyáslevest, és azt mondjuk, hogy volt talán egy jó napunk, amikor hasznosat cselekedtünk. A kalocsai gerilla kertészek alkották tehát a kemény magot a pénteki megmozduláson, ami nem véletlen, hiszen szervezetük egyik kiemelt célkitűzése, egyik alappillére a környezetvédelem. Igyekszünk minden olyan kezdeményezésben részt venni, amikor valaki kitalál valamit, mi akkor nagyon szívesen segítünk neki. Mi magunk is kezdeményezünk ilyen rendezvényeket, mi is nagyon szívesen fogadjuk akkor, hogyha csatlakoznak hozzánk. Tehát azt gondolom, hogy részünkről ez a minimum, hogyha van egy ilyen kezdeményezés, akkor mi ott vagyunk. Hamarosan, néhány hét múlva tehát már ebben a tiszta és rendezett környezetben várja látogatóit, vendégeit az érsekkert és a kulturális központ. Április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet napját József Attila születésének évfordulóján. Városunkban egy nappal később, csütörtökön, egy nagyszabású pódiumesttel emlékeznek meg országunk egyik legnagyobb költőjére. Jó volna jegyet szerezni és elutazni önmagunkhoz. Ezt a címet viseli az a nagyszabású ünnepség, mellyel a kalocsai könyvtár készül a Magyar Költészet napjára. A városi könyvtár lelkes dolgozói ugyan jegyet nem tudnak kiállítani önmagunkhoz, de szavalatokkal segíteni tudnak a lélek megnyugvásában, kicsit kiszakadni a hétköznapokból ezen az évfordulón. A Magyar Költészet napját hivatalosan április 11-én ünnepeljük, ám városunkban egy nappal később csütörtökön várnak mindenkit egy pódiumestre.
ünnepi köszöntőt mond majd Németh Sándor, nyugalmazott pedagógus, valamint ezt követően Benedek Viktória énekét Vizi Melinda kíséri zongorán, az előadás közben pedig Kapitány Áron zongorajátékát csodálhatjuk. Szavalnak majd Dávid Attila, Kopasz Zoltán, Kapitány Erik, valamint Póldi Róbert, és József Attila életéből is hallhatunk majd szemölvényeket Pécsi Vivien kolléganőm, valamint jó magam Kálai Sándor tolmácsolásában. Erre az estére kizárólag József Attila műveiből válogattak, így verseket, prózákat és egyéb alkotásokat is hallhatunk majd egyik legnagyobb költőnktől. De készülnek a szervezők egy kis újdonsággal is, a versek mellett a zenei szerepet kap majd. Úgy válogatok össze, hogy csináltunk már felolvasó estet kizárólag József Attila versekből, de most szeretik volna ezt kicsit megbontani zenével, valamint szöveggel. Épp ezért lesz néhány József Attila vers, még azt sem mondom, hogy a legismertebbek, hanem szemüveinket hallatunk majd mind az életéből, mind a költészetéből, és emellett lesznek majd megzenésített versek is, mivel számos előadó feldolgozta József Attila költeményeit, és ezekből is kapunk majd egy kis ízelítőt. A költészet ünnepén minden korosztályt szeretnének megszólítani. Mint ahogy megszokhattuk, ez az előadás is ingyenes, és bárki számára látogatható lesz. Várunk mindenkit szeretettel, fiatalokat, valamint a megszokott közönségünket egyaránt. Épp azért gondoltuk arra, hogy zenével színesítjük ezt a költészet, ami műsort, hogy ne csak versek, hanem más művészeti ágak is képviselve legyenek. A szervezők készülnek egy nagy meglepetéssel is, melyet még nem fedtek fel, így mindenképpen érdemes ellátogatni a pódiumestre, melyet csütörtökön 5 órai kezdettel tartanak a kamarateremben. Pénteken a Kertvárosi Általános Iskolában közlekedési és közlekedésbiztonsági vetélkedőt tartottak. Ki a mester kétkeréken és kerékpáros iskola kupa volt, melyeken helyi és vidéki általános iskolás tanulók vehettek részt. Összesen 80 diák mérethette meg magát pénteken a Kertvárosi Általános Iskolában, egy felmenő rendszerű verseny keretei között, ahol kalocsai és vidéki iskolák tanulói egyaránt versenytek egymással. A cél a továbbjutás volt egy megyei döntőbe. 2018. április 6-án péntek délelőtt a Kertvárosi Általános Iskolában került sor a kerékpáros iskola kupa és a Ki a mester kétkeréken közlekedési vetélkedőknek a megrendezésére. Ez mind a kettő közlekedésbiztonsági vetélkedő általános iskolások részére. A Ki a mester kétkerékenre 2007-2008-2009-es évjáratú tanulókat vártunk, a kerékpáros iskola kupára pedig az általános iskolások felső tagozatosait vártuk vetélkedni. A diákoknak a verseny során egy tesztlapot kellett kitölteniük, és emellett egy kerékpáros ügyességi feladatsort is teljesíteniük kellett. A legkevesebb hipapontot elérők juthattak tovább. A területi vetélkedőn első helyezettek, mint említettem, tovább jutottak a Kecskeméten megrendezendő megyei döntőre, és ha ott is sikerrel szerepelnek, akkor pedig tovább juthatnak az országos döntőre. Korábbi években már volt kerékpáros versenyzőnk, aki országos döntőig jutott. A nap végére már azt is lehetett tudni, kik fogják városunkat képviselni a megyei döntőben. Ki a mester kétkeréken vetélkedőn a fiú kategóriában Tokodi Noel, a kertvárosi iskola tanulója szerezte meg a győzelmet, a lány kategóriában pedig Pataki Vivien az Eperföldi iskolából. A kerékpáros iskola kupában pedig Török Martin szakmári tanuló végzett az élen, a lányoknál pedig Rideg Lili szintén a kertvárosi általános iskolából. A vetélkedő minden résztvevője jutalomban részesült. Ezen felül a kategóriák 3 legkiemelkedőbbjeit kupával jutalmazták. Egy fantasztikus hangulatú és küzdelmes Soltvadkert elleni mérkőzésen sikerült Kolics együttesének megszereznie a győzelmet és az újabb 2 pontot. Ezzel az eredménnyel a KKC női együttese az alapszakaszban a 3. helyen zárt. A nézők számára egy igazi csemege volt a Kalocsai Kézilabda Klub női csapatának szombati Soltvadkert elleni mérkőzése, ugyanis a lányok egy fordulatokban gazdag, küzdős meccsel zárták az alapszakaszt. Én bíztam abban, hogy ezek a nagy darab soltvadkerti lányok a második fél időre valamennyire majd elfáradnak. Köztudott, hogy mi nagyon sokat edzünk. Ezzel az összetétellel, az ilyen alkatú csapattal nekünk nincs más lehetőségünk, mint dolgozni és dolgozni. Az első félidő után 4-4-es döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok, majd a második félidő végére megszületett a 15-16-os végeredmény. A második félidőre feljavult a támadójátékunk is, Tóth Gabi szélről, Emőke betörésből, átrövésből lőtte a gólokat, és a Babett is magára talált. Ilyenkor látszik, hogy a
bizonyos szakaszaiban a mérkőzésnek az idézőjelbe vett anyázás taktikájához kell nyúlni az edzőnek, ami most maximálisra meghozta az eredményét. A remek teljesítmény után azonban nincs idő a pihenésre, ugyanis a rájátszásban ismét a Solt-Vadkerttel küzdenek meg Kolicsi játékosai. A héten 4 edzés lesz, ami azt jelenti, hogy hétfőn kondi edzés, kedden megyünk Dunaújvárosba egy edzőmérkőzésre, szerda-péntek szintén kemény edzéseknek néznek elébe a lányok, és a rájátszásra, az itteni mérkőzésre pedig ebből a mérkőzésből okulva taktikailag még megpróbálunk felkészülni. Azért mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy a bronzérem még nincs meg, csak az alapszakasz 3. helye. A bronzérem megszerzésétől 2 mérkőzés választja még el a lányokat, melyekből az elsőt idegenben Vadkerten, másodikat pedig hazai pályán játszhatják majd. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a karocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!